új közmunkaprogram. Mintegy 2200 közfoglalkoztatottnak ad munkát a következő egy évben a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság. Folyamatosak a kifizetések. Az országos közel 6 milliárd forintos agrárkárenyhítési keretösszeg felét Szabolcs-Szatmár-Bereg megye termelői kapják. Nem késő igényelni, még érvényesíthetőek a NAV-nál a tavalyi adókedvezmények. A hiányosság május 20-áig pótolható. Mintegy 2200 közfoglalkoztatottnak ad munkát a következő egy évben a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A foglalkoztatottak 90%-a fizikai dolgozó. Ők elsősorban a belvízvédelmi csatornák kaszálását, cserjeírtást és iszapolási munkákat végeznek. A program keretében oktatást is szerveznek a dolgozóknak, amivel szakmát lehet szerezni. Kaszálják a járóutat a közfoglalkoztatottak a Simai főfolyás mentén Nyíregyháza határában. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság új, egy évig tartó közmunkaprogramja március 1-én kezdődött. 7 éve vagyok itt a Feti Víziknél, szakszervezet brigádvezető vagyok. Itt a munkafolyamat változó nyáron, nyári időszakban járóutkaszálás, medelkaszálás, iszapolás, a téli időszakban megy a faápolások, műtárgyak karbantartása, átereszek burkolattisztítása. A közfoglalkoztatottak a Feti Víziknél elsősorban a belvízvédelmi csatornák kaszálását, cserjeírtást és iszapolási munkákat végeznek, de szükség esetén magas építmények karbantartásába és őrzésvédelembe is bevonják őket. Jövő év február végéig mintegy 2200 főt foglalkoztat a vízügyi igazgatóság. Akkora a feladat, főként az elmúlt években a vízgazdálkodási társulatoktól átvett több mint 2000 kilométer csatorna karbantartása nélkülözhetetlenné teszi ekkora vagy majdnem ekkora létszámú közfoglalkoztatást. Enélkül nem boldogulnánk. A közmunkaprogram keretében oktatást is szerveznek a dolgozóknak, amivel szakmát lehet szerezni. Ez is hagyományos, minden évben van oktatás. Most is több mint 100 fő képzését fogjuk elvégezni, illetve biztosítjuk hozzá a közfoglalkoztatottakat. Különböző szakmákra irányul, mi elsősorban természetesen a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmákat részesítjük előnyben, de kisgépkezelők is vannak, hogy általában hasznosítható tudáshoz jussanak. A közfoglalkoztatottak 10%-a irodai munkát végez, sőt, aki bizonyít, státuszt is kaphat az igazgatóságon. Cseveni Tamás építőmérnök, a Pécsi Tudományegyetemen szerzett diplomát. 2012. júniusában kezdett dolgozni közfoglalkoztatottként a nyíri szakaszmérnökségen, ahol már kezdetben is sok szakmai feladatot kapott. A státuszt másfél-két év után kaptam meg, akkor nyílt lehetőség egy kollega helyére, hogy belépjek, és hát szakmai bizonyításom alapján én kerültem kiválasztásra. A fiatalember most szakmérnökként folytatja tanulmányait ár- és belvízvédelmi szakirányon, amelyhez az igazgatóság 75%-os támogatást nyújt. A Feti Víziktől jelenleg összesen 17-en hallgatói a Bajai Eötvös József Főiskolának, amelynek kihelyezett oktatását ezen az igazgatóságon tartják. Az országos közel 6 milliárd forintos agrárkárenyhítési keretösszeg felét Szabolcs-Szatmár-Bereg megye termelői kapják. A gazdákat itt sújtotta a legtöbb természeti csapás, volt jégverés és aszály is. Országosan több mint 5000, a megyéből mintegy 2300 termelő nyújtott be kárenyhítési igényt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalhoz. A kifizetések folyamatosak, március 31-éig valamennyi arra jogosult gazda megkapja a pénzét. Jégkárok az almásokban, kiszáradt kukoricamezők. Ezek is a tavalyi szélsőséges időjárás következményei voltak. Az MVH jelenleg a 2014. november 1-e és a 2015. október 31-e közötti időszakban bekövetkezett károkat téríti meg a gazdálkodóknak. Azonban több száz vállalkozó a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének késése vagy elmulasztása miatt nem lesz jogosult a visszatérítésre. Megkezdtük a kárenyhítésből eredő visszatérítéseket a termelőknek. Gyakorlatilag 2015-ben országos viszonylatban mintegy 72 000 termelő lett volna jogosult kárenyhítés igény benyújtására. Ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintőleg 10 000 termelő, aki jogosultá vált.
A termelők által befizetett kárenyhítési hozzájárulás mérték az 4,1 milliárd forint volt országos viszonylatban, és ugye jogszabály írja elő, hogy ugyanezt az összeget a minisztériumnak mellé kell tenni, tehát bőséggel van annyi pénz a kárenyhítés alapban, hogy a kárigényeket visszaosztás nélkül teljesíteni tudjuk. Országosan több mint 5000, Szabolcs-Szatmár-Bereng megyéből mintegy 2300 termelő nyújtott be kárenyhítési igényt. Közülük 1737 kérelmező lesz jogosult visszatérítésre, így az országos mintegy 6 milliárd forintos keretösszeg fele a helyi vállalkozókhoz érkezik. A kieső 600 termelő nem felel meg a kártérítési előírásoknak, melyek közül a legfontosabb a kárenyhítési hozzájárulás befizetése, mondta el a kirendeltségvezető. Hozzátette, a mezőgazdasági biztosítások is jelentős segítséget nyújthatnak a gazdáknak. Aki piaci biztosítással is rendelkezik, az gyakorlatilag nagyobb összegű kárenyhítésre tarthat igényt. Aki nem rendelkezik piaci biztosítással, tehát az átlaghozamérték 50%-ának a piaci biztosításával legalább nem rendelkezik, az a kárenyhítési összegnek csak az 50%-át kaphatja meg, ez uniós előírás. A kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás az idei évben meghaladja a 21 milliárd forintot. Még érvényesíthetőek a NAV-nál a tavalyi adókedvezmények. Legtöbben az elsőházasok, a családi, illetve a súlyos fogyatékossági kedvezményt vehetik igénybe. Azok, akik évközben nem nyilatkoztak arról, milyen módon csökkenjen a személyi jövedelemadójuk, május 20-áig pótolhatják. Három adóalapot csökkentő kedvezmény a legnépszerűbb a magyar adózók körében. Ezeket a friss házasok, a családok, valamint súlyos fogyatékkal élők kérhetik. Akik tavaly évközben nem nyilatkoztak ezek igénybevételéről, még pótolhatják. Az első házasok kedvezményét azok érvényesíthetik, akik 2014. december 31-e után kötöttek házasságot, és legalább az egyik fél először házasodott. Ők legfeljebb 24 hónapig házaspáronként havi 5000 forintot kaphatnak, ami egy évre vetítve összesen 31.250 forint. A családi adókedvezményt pedig azok igényelhetik, akik családi pótlikra is jogosultak. Természetesen a családi adókedvezmény még az előző évek adótartalmával érvényesíthető, tehát a 62.501, illetve 2 gyermek után igénybe vehető kedvezményt lehet érvényesíteni, amely ugye körülbelül 10.000 forint kedvezményt jelent gyermekenként, illetve 3 gyerekes esetében ez 33.300 forint kedvezményt jelent gyermekenként. Természetesen a rokkantsági kedvezményt is igénybe lehet venni. Ez a súlyos fogyatékosság után járó kedvezmény visszamenőleg 5 évre is érvényesíthető, tehát hogyha valaki az előző években elfelejtette a bevallásában benyújtani vagy igényelni ezt az adóalap csökkentő kedvezményt, akkor megteheti ezt, hogyha módosítja az előző évi bevallásait is. A rokkantsági kedvezmény 5250 forint volt 2015-ben, ez azokban a hónapokban jár, amikor az adózó fogyatékossága legalább egy napig fennállt. Az érvényesítésére azonban nem kell orvosi igazolást csatolni, elég mindössze azt megőrizni. Az adóbevallás végső beadási határideje 2016-ban május 20-a, ez a határidő a kedvezmények érvényesítésére is vonatkozik. A középiskolai oktatásban még ritkaságnak számító 3D alkotóközpont segítségével gyarapíthatják ismereteiket a Kisvárdai Szent László Katolikus Középiskola Általános Iskola kollégium és óvoda diákjai. Az intézmény a sikeres egyetemi évekhez szükséges alapok biztosítása mellett a nyomtatási módszer segítségével a korábbinál olcsóbban tudja előállítani a szemléltetéshez szükséges eszközöket. Második világháborús harckocsi, Albert Einstein szobor, szarvasbogár. Néhány eszköz azok közül, amelyeket a 3D-s nyomtató segítségével készítettek a kisvárdai diákok. Az intézmény az informatika, kémia és biológia szakos tanárok kérésére az elmúlt év végén 5 millió forintért vásárolta meg a 4 nyomtatóból és egy szkennerből álló rendszert. Egyrészt szemléltető eszközöket gyártunk vele biológia, kémia, földrajz oktatáshoz, vagy akár matematika, fizika oktatáshoz is. Másrészt digitális tervezést is lehet tanítani, tehát a matematikai, informatikai oktatásban is szerepet vállalhat, és maga az eszköz fejlesztésben is részt tudunk majd venni, hogyha sikerül az együttműködési megállapodást megkötnünk a Fridi 3D Akadémiával.
Az iskolában működik egy robot szakkör, amelynek tagjai az elmúlt évben részt vettek a Kínában megrendezett Robot Cup világbajnokságon. Az idei évben már a szakkör munkáját is segíti a 3D-s rendszer. Eddig a Lego alkatrészek közül volt már, amit saját magunk készítettünk el, mivel a készlet nem tartalmaz minden olyan anyagot, amire szükségünk lenne. Ezen kívül egyedi robot tervet is készítünk, ami nyomtatott alkatrészekből fog majd megépülni. Az igazgató elmondta, a jövőben is szeretnének lépést tartani a technika fejlődésével. A következő lépés a partnerünkkel, az előbb említett 3D Akadémiával egy saját eszközfejlesztés. Ez egy teljes testet szkennelő eszköz, aminek a projektje elindult. Most egy Európai Uniós pályázatnak az eredmény hirdetésére várunk, és hogyha ez nyer pályázaton, aminek úgy gondoljuk, hogy jó esélye van, akkor a fejlesztésben is részt vesz maga, tehát az eszköz fejlesztésében is részt vesz az intézmény. Innen már maga egy lépés, egy újabb lépés, amit egyelőre még nem látunk, hogy mifelé, de talán a gyártásnak az előkészülete, mert ez a 3D-s dolog azért egy csoda, mert akár ezek az eszközök képesek majd azt az eszközt gyártani, tehát újra létrehozni a prototípusait. A rendszert az intézmény nyílt napon mutatta be a környező települések iskoláinak, és már képzéseket is tartottak az érdeklődő pedagógusok, illetve diákok számára. A húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Az ünnepkör üzenetéről a folytatásban láthatnak egy összeállítást. Előtte nézzük a híradó további témáit. A nyírbátori nevelésű Majoros Bence párosban aranyérmet szerzett, egyesben pedig a harmadik helyen végzett a felnőtt országos asztali tenisz bajnokságon. Az Ózdon aratott 20-19-es győzelmét követően továbbra is az élen áll a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában a Kölcsei Déjese. A húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus kereszthalálára és feltámadására emlékezünk a napokban. Szabó Tamás görögkatolikus pap televíziónknak azt mondta, a TED-ben megnyilvánuló Krisztus végsőkig elmenő üzenetét ünnepeljük ilyenkor, azt, hogy Isten szereti az embert. Jézus Krisztus alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét. A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, előkészülete a nagy böjt, amely önmegtartóztatásra tanít, maga a feltámadás ünnepe pedig a keresztény lét erősítésére sarkal. A húsvét az mindig a kiemelkedő napjai közé tartozik minden templomi közösségnek. Hál' Istennek sokan jönnek, sokan gondolják bele az életükbe azokat a kérdéseket, amelyeket ilyenkor talán egyszerűbb tisztázni, hogy miért is vagyunk ezen a földön, mi az célja az életünknek, meddig is tart az valójában, és mindannyiunk lelkében van az az alapvető vágy és elképzelés, hogy az ember túlmutat a biológiai valóságon, és Krisztus föltámadásában azért ebben mindannyian igenlő választ kapunk az Istentől. Manapság egyre kevesebb család tartja a húsvéti hagyományokat, a fiúk és férfiak többsége már nem kell útra hétfő reggel, a lányok és asszonyok pedig már egyre ritkábban festenek hagymahéjjal kifúrt és kifújt tojásokat. Ám a hagyományoknak mindig akadnak képviselői, őrzői, a sóstói skanzenban is figyelnek arra, hogy az érdeklődőkkel megismertessék az ünnephez kötődő népi szokásokat. Már múlt héten is több óvodás és iskolás csoport vett részt itt kézműves foglalkozásokon. Nálunk otthon úgy tele a húsvét, hogy el szoktunk menni a Vidámparkba, és ott majd ilyen felülünk ilyen játékokra, lobogókra, utána hazamegyünk, csinálunk ugyanilyen tojásokat. Mi mindig először elmegyünk a nagyszüleinkhez, és meglocsolnak minket ott a fiúk, és mi odaadjuk nekik a tojásunkat. A gyerekek nem csak a tojásfestés rejtelmeivel ismerkedhettek meg, hanem a népi hagyományokról is hallottak. A húsvéti ünnepkörnek több rétege van. Van egy olyan is, ami a kereszténység előtti időszakból származik, és hát ez is a természet megújulásához, a termékenységhez kapcsolódik, és hát tulajdonképpen a locsolkodás is ezt szimbolizálja, amikor a fiúk, a legények meglocsolják a lányokat, és ez
ezért cserébe tojást kapnak, hímes tojást. Természetesen vannak olyan vidékek, ahol például a szatmári beregi területen, ahol párosával adják a hímes tojást. Tehát ez is erre utal, erre a termékenységre, a fiú és a lány kapcsolatára. A húsvét a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás a tavasz eljövetelének időszaka is. 10 új érték került a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei értéktárba a jelölést elbíráló bizottság döntése alapján. Ezzel 29-re nőtt a megyei értékek száma, amelyek az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítését jelképezik. Újfehértói Fürtös megy és az abból készült ágyas megypálinka, Demecseri víztorony, Sóstói múzeumfalu, Sóstó gyógyfürdő és a Sóstó zoo. Ezek is bekerültek a megyei értéktárba, mely nemzeti értékek kiemelt fontosságú és jellegzetes részei a megye életének. A soron következő ülését megtartotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság, és hál' Istennek elég sok javaslat érkezett. Ennek nagyon örülünk, mert ez nagyon fontos az, hogy aktívak legyenek az értékőrök, az értékőrzők itt a megyében, és mi is akkor tudunk igazából értékeket felvenni, értékeket részévé tenni a megyei értéktárnak, hogyha érkeznek be javaslatok. Hál' Istennek most ez megtörtént, és 9 érték került felvételre pluszba a megyei értéktárba, illetve egy érték javaslatot most újra értékelve szintén felvettünk, tehát így lényegében mondhatjuk, hogy 10 értékkel bővült a megyei érték, tehát így jelenleg 29 érték található a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban. A megyei értéktárba bárki jelölheti az ötletét, az azonban fontos, hogy a jelölt témának a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcs teljesítményének számító nemzeti értéket kell képviselnie. A beérkezett javaslatokat a megyei értéktár bizottság elemzi, majd a meghatározott szempontok szerint értékeli és dönthet arról, hogy felveszi az értéktárba. A nyírbátori nevelésű Majoros Bence párosban aranyérmet szerzett, egyesben pedig a 3. helyen végzett a felnőtt országos asztali tenisz bajnokságon. A Celldömölkön rendezett viadalon a 18 éves versenyző németországi csapattársa Szita Márton oldalán nyerte meg a párost, az egyes elődöntőjében pedig a későbbi győztes Lakatos Tamás bizonyult jobbnak Majorosnál. 6 hetes németországi felkészülés követően jó formában utazott a felnőtt országos bajnokságra Majoros Bence, azzal a céllal, hogy a lehető legtöbbet kihozza magából Celldömölkön. A 18 éves játékos egy érem megszerzésében reménykedett, végül azonban 2-nek is örülhetett a tavaly őszóta a német harmadosztályban szereplő játékos. Párosban senki nem tudta felülmúlni Szita Mártonnal alkotott duójukat, egyesben pedig a későbbi győztes jelentette a végállomást Majoros számára. Egyiket sem volt egyszerű megszerezni, mind a kettőt küzdeni kellett sokat. Hát egyénibe 4-2-t játszottam 8 közé, 4 közé pedig 4-3 döntőszett 13-11, szóval az is nagyon-nagyon nehéz volt. Párosba pedig ott is elődöntőben nagyon-nagyon nagyot kellett játszanunk ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni a meccset a Szuli Lakatos páros ellen. A döntőről meg nem is beszélve, tehát ott meg döntőszett 9-re nyertünk a Nagy Krisz Linner Ádám ellen. Úgyhogy mind a kettő nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni. A fiatal asztali teniszező a bajnokság után egy hetet Nyírbátorban készült. Nevelő egyesületénél továbbra is figyelemmel kíséri korábbi legjobbjuk fejlődését. Tartjuk a kapcsolatot a Offenhauseni vezetőedzővel, és van egy folyamatos visszajelzésünk arra, hogy éppen hol tart most. Azt látjuk, hogy a Bundesliga 3-ban, ahol ő most játszik, ez az első profi szerződése, és ez az első profi éve, folyamatosan egyre jobban teljesít, és a nemzetközi megmérettetéseken is olyan skalpokat gyűjtött be, ami már mindenképpen megsüvegelendő, top 100-as játékost volt képes megverni, de olyanokat is, akiket jellemzően a magyar játékosok még megszorítani és alig-alig tudtak. Majoros Bence ezen a héten egy luxemburgi Pro Tour versenyen áll asztalhoz, majd visszautazik Németországba a csapatbajnokság hátralévő meccseire. Az úszdon aratott 20-19-es győzelmét követően továbbra is az élen áll a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában a Kölcsei Déjese. A Dobás István együttese a 2 hetes bajnoki szünet után az 5. helyezett Bőcs KSC-t fogadja.
Veretlenül a tabella élén állva vágott neki a tavaszi szezonnak a költségdíjese, amely a nyitófordulóban Hajdúböszörményben 9 góllal kikapott a hazaiaktól. A folytatásban a Miskolcot 18, a Létavértes 11 góllal verte Hadobás István együttese, majd újabb vereség következett, a DVSC harmadik csapata győzte le 2 góllal Kelemenéket. A legutóbbi fordulóban Ózdon 1 góllal jobbnak bizonyult a házigazdánál a diákcsapat, amely így továbbra is vezeti az északkeleti csoport tabelláját, pedig az edző több játékosára sem számíthatott az eddigi tavaszi meccseken. Régen látott sérülés hullám söpört végig a csapaton, meghatározó embereink közül 4 is kiestek, vagy csak részben tudtak dolgozni és mérkőzésen játszani, úgyhogy nagyon örülök, hogy mindezek mellett is, ilyen nehézségek mellett is továbbra is élen állunk a felnőtt bajnokságban, és hát ne feledkezzünk meg a juniorokról sem, akik második helyen állnak, és idegenben megvertük a tavalyi bajnok Debrecen most 13 góllal junioroknál, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok a lányokkal. A költségdíjese minimális célja az egyik dobogós hely megszerzése, persze szeretné megtartani jelenlegi pozícióját az Éllovas. Ehhez viszont a csapat előtt álló 2 rangadót meg kell nyerniük a Hadobás tanítványoknak. Nagyon várjuk a Máté Szalkai elleni mérkőzést is, természetesen ez mindig egy presztízs harc, de ugyanakkor sportbarátaink a Máté Szalkai vezetők közül többel is tényleg azt mondhatom, hogy baráti viszonyban vagyunk, úgyhogy nem ellenségként tekintünk rájuk, viszont úgy megyünk oda, hogy szeretnénk majd nyerni, és hát az utolsó előtti fordulóban pedig következhet majd a nagy valószínűsége minden eldöntő Balmazújvárosi elleni hazai rangadó. Idegenben őket megvertük, egy csodálatos teljesítmény előszel, kíváncsian várom, hogy most mire leszünk képesek. A bajnokság április 2-án folytatódik, a költségdíjese viszont csak 10-én lép majd pályára, akkor a Bőcs együttesét fogadja a diákcsapat. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Mintegy 2200 közfoglalkoztatottnak ad munkát a következő egy évben a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A foglalkoztatottak 90%-a fizikai dolgozó, ők elsősorban a belvízvédelmi csatornák kaszálását, cserjeírtást és iszapolási munkákat végeznek. Az országos közel 6 milliárd forintos agrárkárenyhítési keretösszeg felét Szabolcs-Szatmár Bereg megye termelői kapják. A gazdákat itt sújtotta a legtöbb természeti csapás, volt jégverés és aszály is. A kifizetések folyamatosak, március 31-ig valamennyi arra jogosult gazda megkapja a pénzét. Még érvényesíthetőek a NAV-nál a tavalyi adókedvezmények. Legtöbben az elsőházasok, a családi, illetve a súlyos fogyatékossági kedvezményt vehetik igénybe. Azok, akik évközben nem nyilatkoztak arról, milyen módon csökkenjen a személyi jövedelemadójuk, május 20-áig pótolhatják. A Kölcsei Televízió iradóját látták húsvét hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket, addig is tudósításainkat megtalálják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!